Sziasztok, köszöntöm a kedves nézőket! Az átmeneti szünet után tovább folytatódik a csapadékos időjárás. Estétől egy markáns csapadéksáv éri el a nyugati határszélet, és hétfőn szépen végigvonul majd az országon. Emiatt többfelé kell számítanunk majd esőre, záporra, illetve zivatarra is, sőt a szél is nagy területen meg fog erősödni majd. A hőmérsékletben továbbra is kettőség fog uralkodni, nyugaton lesz a hűvösebb, míg a keleti határszél mentén a melegebb. De nézzük is meg a felhőzet előrejelzésen, hogy mi is okozza ezt az időjárást. A mediterrán térségben egy sekély ciklon mélyült ki, ennek a felhő, illetve csapadékrendszere éri el majd hazánkat, illetve alakítja hétfőn az időjárást. Ez a sekély ciklon lényegében a hétfőn nap végére, illetve kett hajnalra már teljes mértékben el fogja hagyni az országot. De addig is nézzük meg egy kicsit részletesebben a hajnali-reggeli időjárást. Elsőként itt a nyugati megyékben kell majd számítanunk csapadékra, egy-egy zivatar kialakulására is jó esélyek vannak, ezek azonban majd szépen csendes esővé fognak szelidülni. A hőmérsékleteket tekintve 15, illetve 20 fok közötti minimumokra számíthatunk, illetve majd a csapadék 1-2 fokot hűthet itt a nyugati határszélen majd. Ahogy egyre jobban a hajnali órákhoz érünk, a csapadék sáv is kelet felé veszi az útját. Nagyjából a délelőtti órákra fogja elérni a főváros térségét, tehát aki útnak indul reggel, az mindenképpen vigyen magával esernyőt, de ez legyen strapabíró, ugyanis nagy területen lesz majd erős az északnyugati-nyugati a szél, de erről majd egy kicsit később. A maximum hőmérsékletekben, amit már említettem, kettősség lesz a jellemző. Itt az Alpokalja térségében lesz a leghűvösebb, 18-20 fok közötti maximumokat mérhetünk. Ezzel szemben itt a keleti határszélen, ahová legkésőbb ér majd a csapadék, 26, illetve 29 fokos maximum értékekben bízhatunk. Tehát a folytatásban a csapadék sáv egyre inkább kelet felé veszi az irányt, és napközben lesz egy olyan periódus, amikor itt a középső ország részben, illetve az észak-keleti megyékben ezek a záporok felerősödnek, heves zivatarok alakulnak ki, amelyeknél a felhőszakadás lesz a jellemző kísérő jelenség, illetve kisebb jégeső is előfordulhat majd. Azonban, hogy tovább tetézzük a bajt, az északnyugati-nyugati a szél nagy területen lesz erős, itt a valószínűségi térképen azt láthatjátok, hogy főként, tehát itt a Dunától keletre számíthatunk ezekre az erős széllökésekre, de egy-egy viharos széllökés is bele fog majd férni, nem csak zivatarokhoz kapcsolódóan. A folytatás már nem lesz ennyire eseménydús, kettől kissé megnyugszik időjárásunk, kisebb fajta melegedés kezdődik, 24-25 fok körébe fog állni majd a maximum hőmérséklet, és jelentős csapadék már a héten nem várható, inkább ilyen kisebb futózáporok öntözhetik majd a talajt. A következő nagyobb lehűlés az a jövő hét végétől várható, így számolnak az időjárási modellek. Itt még nagyobb bizonytalanság van, egy-két extrémebb forgatókönyv, de erről majd a későbbi videóinkban biztos, hogy be fogunk számolni. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, ha tetszett, akkor iratkozzatok fel, illetve a szokásos elérhetőségeken keressetek bennünket. Legyen további szép napotok, illetve hétvégétek. Sziasztok!